Végre tudom, hol bujkál. A házhoz megy. Biztos vagyok benne. Gyere, Angelo! Most elkapjuk. Már nem soká odaérünk. Sietnünk kell. Mi ez a hely? És ki vagy te? Miért hoztál ide? Ez egy föld alatti bunker. Én egy patrónus vagyok. A te patrónusod. Beszélnünk kell. Jó tudni. Miről kell beszélnünk? Jövőről, múltról, pénzről. De legfőképp az örökségedről. Gyere közele! Mellesleg a nevem Hazel. Most megmutatom az örökséged egy részét. Ez Epona, a sziget másik vége. A tiéd, a te birtokod mind. Ez komoly? Ó, ha Annie ezt tudná. Van még valami. Annie nem a testvéred, ahogyan a nevelő szüleid, se a vér szerinti szüleid. Hogy micsoda? A szüleid csecsemőkorodban bíztak rájuk, különben üldöztek volna, és lehet, hogy akkor most nem állnál. A valódi szüleid most messze, nagyon messze élnek, és még mindig hiányzol nekik, de nem jöhetnek vissza. Soha. Úgy érzem, hamarosan itt az idő. Nem rejtegethetem tovább az igazságot. 16 éve más sem csináltam, csak hazudtam neki, de még nem állt készen. A legközelebbi találkozáskor rögtön elmondom neki, remélem a patrónusa még nem talált rá. Bár tudnám merre jár, nem eshet baja különben, könnyű préda lenne az üldözői számára. Bízom benne, hogy chance vele van. Neked nincs valami rossz érzésed? Remélem Sofia nincs veszélyben. Bíz benne. De azt mondtad, itthon van. Nincs semmi baja. Valami nem oké. Túl nagy a csend. Nyílt héten sosincs csend. Mi van, ha Sofiát elrabolták és mindenki őt keresi? Nem. Biztos itt van valahol. Nyugi. Biztos az arénában van. Nincs itt, nem mehetek utána, hisz fogalmam sincs hol van, itt kell maradnunk, biztos visszajön.